Köszöntjük a Liceum televízió nézőit! Önök a Hírlánc műsorát látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Tudatosság a személyközi és a tömegkommunikációban címmel rendezett szakmai tanácskozást a Media Smart Hungary és a Miskolci Akadémiai Bizottság. A konferencia házigazdája a kommunikáció tanszék volt. A Léra népszerűsítését vállalták fel azok a programszervezők, akik József Attila születésnapján hagyományteremtő céllal 24 órás felolvasó estet rendeztek a Művészetek Házában. Kreatív fotó és filmanyagokkal lehet nevezni április 21-ig a Hallgatói Önkormányzatnál és a Diáktanácsadó Irodánál. Híreink bővebben. A Media Smart Hungary és a Miskolci Akadémiai Bizottság tartott szakmai tanácskozást főiskolánkon. Iskolán kommunikáció tanszéke előadást szervezett tudatosság a személyközi és a tömegkommunikációban címmel. A szakmai tanácskozáson szó esett arról, hogy főiskolánkon akkreditált kommunikációszakos tanárképzés indul. Magyarországon elsőnek az EGRI főiskolán akkreditálták a kommunikáció tanárszakot. Mint hogy a kommunikáció tanárszak új a magyar oktatásban és felső oktatásban, új jelenség, ezért úgy gondoljuk, hogy módszertani háttér kellene neki. És ez a tanácskozás, amit be is jelentettem, hogy sorozatnak gondolunk el, és amelynek az anyagát megkívánjuk kis füzetekben, füzetsorozatban jelenteni, ez úgy gondolom nagyon jó szakmai környezetet adna a kommunikáció tanároktatásra. A beszélgetés fő témája a tudatosságra nevelés volt, pontosabban, hogy az életünket már szinte meghatározó médiát, illetve média reklámokat ne csak nézni, de értelmezni is tudjuk. Magyarországon létezik most már azt hiszem, hogy egy pár éve az iskolákba bekerült a Média Tudor program, amelynek hazánkban is van képviselete, amely azt próbálja valahogy megtanítani a ma felnövő nemzedékeknek, hogy lehet a médiát, tehát nem csak elfogadni lehet a médiát, nem csak hagyni, hogy hasson ránk, hanem elkezdhetjük érteni is, elkezdhetjük tudni elemezni is, kritikai és reflexív módon figyelni. Ez a program, ami itt működik, ez most társult a főiskolánk tanszékével, kommunikáció tanszékével, illetve a Miskolci Akadémiai Területi Bizottság munkabizottságával is, így ennek az együttműködésnek a keretében jön ma létre ez a műhelybeszélgetés. Az előadók közül többen abban látják a kommunikációs hibákat, hogy az emberek nagy többsége nem értelmezi a szövegeket, nem látják a valódi tartalmat, mondani valót. Az angol filmnapok keretein belül 7 angol nyelvű filmet vetítettek a Művészetek Házában. Hagyományos angol filmnapok az Eszterházy Károly Főiskola Anglisztika Tanszéke és a Művészetek Háza közös szervezésében a múlt héten került megrendezésre. A rendezvény megnyitóját a Művészetek Háza nagy termében tartották, ahol a főszervezők néhány mondatban köszöntötték az érdeklődőket. Megszólalt az anglisztika tanszék vezetője és egyik tanára, valamint a Művészetek Házának igazgatója is. Az angol filmnapokat idestóban már 13. éve rendezzük, tehát ez a 13. angol vagy angol egri filmnapok, vagy egri angol filmnapok. A filmnapok nyitó darabja a Lájám című alkotás volt, melyet a Jángedem követett. A rendezvény alatt megtekinthető filmalkotások között szerepelt még a Robert Altman által rendezett Gosford Park című filmdráma, valamint a kitűnő vígjáték a sírhely kilátással, amelyben szerepel többek között Alfred Molina és Naomi Watts is. Meg tudom említeni például a Vera Dréget, Mike Lee filmjét, ami szintén kitűnő, nagyszerű film, és mindenkinek szívből ajánlom. Az idei angol filmnapok során 7 filmet tekinthettek meg az érdeklődők, és a szervezők reményei szerint jövőre is lehetőségük nyílik a rendezvény megszervezésére. Hagyományteremtő céllal rendezték meg a Költészet napján a 24 órás interaktív líraestet. Április 11-e fontos dátum a magyar irodalom számára. Ekkor emlékeznek meg országszerte a tragikus sorsú költő József Attila születésnapjáról. Szintén ehhez a naphoz köthető a Költészet napja. Ennek alkalmából 24 órás líraestet szerveztek Egerben, a Művészetek Házába. A megemlékezésen részt vett többek között dr. Kapdebó Lóránt, a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola egyik vezetője, aki a költészet fontosságáról beszélt. Úgy érzem, hogy a költészet, a
poétika tud olyan mondandót megalkotni, amelyik az ember számára az élet lehetőségét, a szörnyű 20. század után, a szörnyű évszázadok és évezredek közben is tudja segíteni az embert. A szervezésben részt vett Bölkény Gábor, a K.O. Műhely EGRISZ akció vezetője, aki szeretne hagyományt teremteni az ilyen programokkal. Nem gyakran fordul elő, hogy 0-tól 24 óráig tartó irodalmi rendezvényt szervez valaki. A költészet napját szerettük volna méltóképpen megünnepelni, és nem mellesleg József Attila születésnapját, ugye aki április 11-én látott napvilágot. Ez valóban rendhagyónak számít. Szeretnénk egy picit lázadni ezzel a tömegkultúra ellen is, és népszerűsíteni a lírát, ami talán már kezd egy picit feledésbe merülni, egy picit a próza hátterébe merülni. A jó verseket, a klasszikus magyar szerzőket és a fiatal kortárs irodalmat szeretnénk népszerűsíteni. Az interaktív líraest sok költészetet kedvelő embert vonzott, ezért családias környezetben zajlott a 24 órás beszélgetés, mely sokak számára hosszúnak tűnhet, de akik szeretik az irodalmat, azoknak kevés volt. Leginkább végzős hallgatóink figyelmébe ajánljuk Kalóné Szűcs Erzsébet, a Tanulmányi és Információs Központ igazgatójának tájékoztatóját. Idén intézményünk végzős hallgatóinak április 28-ától veszi kezdetét a vizsgaidőszak, mely május 31-ig tart. A vizsgákra április 18-ától lehet jelentkezni azoknak a hallgatóknak, akiknek nincs pénzügyi tartozásuk a főiskola felé. A héten járt le a szakdolgozatok bemutatásának a határideje is. Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki minden vizsgának eleget tesz, leadta 15-ig a szakdolgozatát, bemutatta beköttetve, illetve CD-lemezen a szakdolgozatát, illetve az oklevél kiadásának feltétele lesz majd az, hogy 180 kredittel a főiskolai képzésben rendelkezzék a hallgató, ez alól kivétel a szociálpedagógia szak, ahol 240 kreditet kellett a hallgatóknak teljesíteni. Az éven először végeznek a főiskolán BSC képzésben résztvevő hallgatók programtervező informatikus szakon. Záróvizsgára csak az a hallgató jelentkezhet, aki április 15-ig leadta a szakdolgozatát. Az a hallgató, aki ezt nem teljesítette és nem is rendelkezik írásbeli határozattal arról, hogy később adhatja a szakdolgozatát, az záróvizsgára nem bocsátható. Azok a hallgatók kapnak igazgatási díj ellenében haladékot, akik alaposan megindokolják ez iránti igényüket. Fotó- és filmpályázaton vehetnek részt intézményünk kreatív hallgatói. Mindkettőre azért is érdemes benevezni, mert a helyezettek nem csak nagyértékű pénzjutalomban részesülnek, hanem fotóik a volt érsekkerti kollégium falainak belső dekorációját is szolgáltatják. A beadási határidő április 21-e és 22-e. Hadd lássam más is a szemeddel, címmel fotópályázatot hirdett főiskolánk diáktanácsadó irodája. Két témában várják a pályamunkákat. Mutasd be a kedvenc helyed Egerben, illetve milyennek látod a főiskolát. A képeket a követelményeknek megfelelően a diák tanácsadó iroda e-mail címére április 21-ig lehet elküldeni. A fotópályázat mellett az alkotókedvű hallgatók az Amatőr Filmfesztiválon is megmutathatják tehetségüket. Az alkotásoknak egy kritériuma van. Téma megkötés nincs, egyedül egy időkorlátot állítottunk föl, amiatt, hogy ugye tavaly érkeztek be olyan filmek, amik egy óra hosszánál is hosszabbak voltak, és hogyha sok pályamunka érkezik be, akkor nagyon nehéz ezt így értékelni, és úgy is nehéz értékelni, hogy igazából egy 10 perces filmet nem vetetünk össze egy egész estés játékfilmmel. A zsűri tagjai között szerepelnek az Andragógia Tanszék, a Líceum Televízió és a Hallgatói Önkormányzat munkatársai. A szervezők ebben az évben is magas jutalmakat tűztek ki. Az első helyezett 30 ezer forintos pénzjutalomban fog részesülni, a második 20 ezer forintosban, a harmadik pedig 10 ezer forintosban, és lesz egy külön díjunk is, amit a Liceum Proscientis Alapítvány ajánlott föl. Az alkotások megtekintése és elbírálása az FN keretein belül április 23-án történik. Ne késlekedj! Ragadd meg a gépet és a pillanatot!
Berecz András számos kitüntetéssel és díjjal büszkélkedhet. Az elismert ének és mesemondó legutóbb a Forrás Szabadidőközpontban bűvölte el közönségét. A Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház adott helyet Berecz András ének és mesemondó estjének. A koncert anyaga válogatás a közelmúltban megjelent Legényes című CD-ről, amely a művész 50. születésnapja alkalmából látott napvilágot. A mesék világa már gyerekként is vonzotta, de a sorsnak köszönhető, hogy erre a pályára került. Hadsereg, ki mit tudom, énekeltem csángó dalokat, és onnantól ember nem látták a nagy lehetőséget a katonatisztek. Felhajítottak egy cseppel teherautónak a platójára, és jártuk a megyét, Bács-Kiskun megyét, apró falvakat. Utána a Kodály együttes, a Kodály tánc együttes kért meg, hogy menjek énekelni, amíg a táncosok költöznek, jól leszek én is. Azután Amerika elhívott minden napra fellépést, és tanítást szerveztek. Hát így kezdődött ez az én életem. A műsorban a meséken kívül csángó és gömöri népdalokat is hallhattunk a művész és a nemrégiben összeállt zenekar tolmácsolásában. Az estet különféle néptáncok színesítették, melyet egy különleges névre hallgató táncegyüttes adott elő. Ez a táncegyüttes nagyon érdekes névre hallgat, az a nevük, hogy Almási Gonoszok. Az ima az Almási téri táncházba gyűltek össze, és ott alkottak egy csoportot. Gonoszok már heten vannak. Az előadást a kicsik és a felnőttek is egyaránt élvezték. A műsor után lehetőség nyílt Berecz András eddig megjelent könyveinek és CD-inek megvásárlására. Minden évben hatalmas tömeget mozgat meg a szarvasűzők elnevezésű váltófutás, melynek indulói Egerből a Bükkfensíkon átjutnak el a Miskolci Egyetemhez. Idén több mint 1200 résztvevő nevezett a hangulatos versenyre. Nagykorúvá vált a szarvasűzők elnevezésű egyetemi főiskolai váltófutó verseny. Április 12-én ismét a dobótérről indultak a csapatok első versenyzői a 75 kilométeres táblafutására, mely Eger és Miskolc távját foglalja magába a Bükkfensíkon át. Cél a Bécs, Pozsony, Budapest szupermaratonra való kvalifikáció. 18 évvel ezelőtt egy hollandiai futóverseny mintájára találták ki igazából az első szervezők ennek a versenynek az eszméjét. Azóta rengeteget változott a verseny. Az évek során a csapatok száma folyamatosan nőtt. A megmérettetésre az ország számos felsőoktatási intézményéből jelentkeztek 12 fős csoportok. Egészségügyisek vagyunk, mint látszik, és másodjára veszek ezen részt. De persze már vannak veteránok is a csapatban, úgyhogy így baráti társasággal szoktunk jönni. A közélet szereplői sem riadnak vissza egy kis testmozgástól. Minden évben színesítik a futók mezőnyét ismert sportolók, médiacsapatok, idén sem volt ez másként. A TV2 Földi Villám csapata harmadik alkalommal vesz részt ezen a versenyen már. Az első alkalommal még csak kóstolgattuk a dolgokat. Ugye kihívás Egerből eljutni Miskolcra hegyen keresztül, ez egy érdekes dolog. Jó az egész versenynek a szelleme. A verseny nem csak sportolási lehetőséget biztosít gyönyörű környezetben, hanem országos barátságok is kötődhetnek. Fölényesen nyert a lánykauti sportcsarnokban az EKF Hész Gipszort csapata a Nyíregyházi Főiskola gárdája ellen. Széles Kovács Gyula kosarasai így továbbra is megtartották veretlenségüket. Újabb győzelmet aratott az EKF férfi kosárlabda csapata. Széles Kovács Gyula gárdája 119-52-re verte meg a Nyíregyházi Főiskola csapatát szerdán a lánykauti sportcsarnokban. Sok zicser kimaradt, de Fazekas, Rúsznák és Petrucsik hozta szokásos formáját. A vendégjátékosok közül ketten kipontozódtak, így nem tudtak szépíteni. Széles Kovács Gyula elmondása szerint ezt csak felkészülési meccsnek szánták a Debrecen elleni mérkőzésre. Kedves nézőink, Önök a Liceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!